oda teszem. Nem töprengek az okosokon. Ez lesz az évem, alszongom én. Újra lesz a rokonokon. De tehetetlennek állítasz be, pedig nem volt még egy asztal a nap se. Hiába távcső, ide nem látsz egy százas szögre magad akasz te. Én, nekem a szavam igaz. Ha nem, hát te takarodok. De míg nem felfogtál rá, addig maradok a lanyi jogon. Nem férünk el a szabad ég alatt. Takarodjál el haladéktalanul. Szó éri a ház elejét. Gyűlölet, legszebb érzés vettem alapul. Akkor írtam a sorokat. Vésd a fejedbe a monogramomat. Vésd a fejedbe a monogramomat. Vésd a fejedbe a monogramomat. I. Péter vádott, álljon fel, a felszólítás hangzott el. Szakomba akkor voltam először. Anyám ötlődött a levömből. Tudtam mellém pártol az Isten. Írtam a leveleket szeretettel. Békével érkeztem mindig. Nem én mondtam, hogy kezeket fel. Lennet ezt elbomni. Kincs, amit kaptunk, fegyver a kézbe. A születésünktől fogva minket megpróbálnak elnyomni. Megpróbálnak elnyomni. Próbáját fog felfogni. Veszti látszik a drága az ám, de mi nem fogunk elszakni. Mi nem fogunk elszakni. Minket nem fogtok elnyomni. Minket nem fogtok elnyomni. Próbáljátok megszokni. Minket nem fogtok elnyomni. Hogy minket nem tudtok elnyomni. Próbáljátok megszokni. Hogy minket nem tudtok elnyomni. Szakadt ország az észt osztották. Osztott posztóba dobzódunk. Osztozkodtak rajkóba geci. Minden el kell pusztulnunk. Kikozdottak, szétpufoztak. Hogy erre haladunk a mi gondunk. Ide kikergetett, titregettek. Értetek reptel a felkelő oldal. Ti féltek, rettetek, sündörögtök. A nappal lefekszek, kelek a holdal. Elpusztul a birodalom. Hol egyszer nőttenek alakokat. Ha ellenük megyek, velem vagytok. Lebaszom roltok a lakatokat. De félek, hogy késő állni fel. Befogja a pofánk a szájt el. Megváltásra nem várni kell. Nem tenni érte, szembeszélve. Zsidasztalan nem kábít el. Rákóczi úta, Tibán Péter. Legrende maros, nincsen étel. De urány túlsít meg kitánt étel. Küldöm a pompát, utánvétel. Szívja torba az encek szemet. Letesztelem, reflexedet. Erre baszom el a szabad napomat. Leráncigálom a fuxutokat. Viszem az aciba a kacatokat. Sokit a sukaró, sokit a sulinet. Sikit a sutogó, sikit a kabinet. Akasszátok fel magatokat. Lennet ezt elbomni. Kincs, amit kaptunk, fegyver a kézbe. A születésünktől fogva minket megpróbálnak elnyomni. Megpróbálnak elnyomni. Próbáljátok felfogni. Veszti látszik a drága az ám, de mi nem fogunk elszakni. Mi nem fogunk elszakni. Minket nem fogtok elnyomni. Minket nem fogtok elnyomni. Próbáljátok megszokni. Minket nem fogtok elnyomni. Hogy minket nem tudtok elnyomni. Próbáljátok megszokni. Hogy minket nem tudtok elnyomni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, megérkezett hozzánk végül El Bagó. Szevasz testvérem! Szevasz testvérem! Szia te Jánka! Nagyon, ja, ezt hallgatják. Itt van velünk dr. BZMG, V-ügynök az én neve melyik felé, és akkor így végül nekivágunk ennek a nagy interjúnak. A El Bagó egész felbukkanás az FMXXX Gonzo Radio Show-hoz köthető, hiszen a idei bánkon egyszer csak felbukkant a karaván mellett, és akkor azt mondtam, hogy kezdjünk hozzá. Nem gáz. Bagó, tedd vissza kérlek a mikrofont, tedd vissza kérlek pozícióba a mikrofont, hiszen stúdió mikrofonról van szó. Tökéletes. Már most kontakt hibás elmondanám. Azért, mert lehúzott téged. Jó, oké, okay, disztingválok. Jó reggelt kívánok. Mindig lehúzol. Bagó. Állandóan leráncigált. Na. Bocsánat, így van, köszönöm. Nem mert még csak azért sehogyan. A következőkben egy életút indulnak fogunk nekifutni. Teljesen. Teljesen. Egy live. Teljesen jó módon. Én azt gondolom, hogy... Na, engedjétek már ezt a jó lelkület. Na. Bagó. Én arra gondoltam, hogy következő másfél órában. Várjál, már hadd csináljak már képet. Mindenki no. Beleszól, amikor én szólnék bele. Ja, rólam? Nem, pont azt itt volt a hűtőben, most csak ne cinkeljem el egy három hónapos aranyászokos két literes PET palackos kontraproduktív itallal le. Nem is szeretem. Jó. De szeretem, mert ahogy te iszod, úgy mindenki meg kiányja. De meleg. Hagyjuk abba úgy, hogy normálisan folytassuk. Vagy nem én vagyok a főnök, egy büdös csira vagyok. Tessék, te vagy az is. Jó, úgy, na. Engedjétek már tényleg ezt a szegény gyermeket. Bagó, honnan jössz? Kocsmából.
Mikor mentél oda? Gyilkosból, hát mikor? Hát amikor innen elmentem, mit tudom én. Pénteken találkoztunk utoljára, azt hittett hétfőben. 24-ét mondtál péntek, azt még én kezdtem egre círoztatni téged, hogy hogy részletted. Elnézést kérek, és köszönöm szépen. Azóta kizárólag csak jó. Történt. Honnan gyalogolsz fölfelé? Hol születtél? Hát Vácon, de az is tökre értetetlen módon, hogy hogy ott élek most is, mert amúgy meg Várpalotán laktak az anyámék, akik meg apám mondjuk Tokai volt, anyám meg Nagyrédei. Gyöngyösi születési volt, azt Vácon szültek meg. De akkor végül is akkor gyökereid, akkor Heves megyéhez kötnek. Hát anyámnak, apám, a Borsod megye Tokaj azért felébe, a világörökségre. Tokaj, utálom a Bort. Hogy kerültek, hogy kerültek aztán Vácra történet szálai? Elaludtak volna. Nem, nagymamám mindig, Isten nyugtassa szegény, mindig a Dunakanyarba akart. Nem, oda rendelték ki tanárnőnek, a Hálmán Katóba volt tanárnő 32 évig. Isten éltessen, tesóm. Köszönöm szépen. Van egy jobb technikus. És a mamára. Hallod, ezért ennél nagyobb, magasztosabb pillanatok ritkán adódnak az életbe, tesóm, hogy itt egy ilyen... Na. Tehát, hogy a nagymamám, igen, ott élte a boldog fiatal éveit, a Kádárék odarakták őt, tehát tanárnak életre, halára. Egyetlen egy napot nem volt beteg 32 évig. De szerintem már csak így direkt azért se, mert annyira ideges volt mindenkitől, meg nagyon utáltam még. Hát, nagyon sokat mesélt, én nagyon sokat tanultam a nagymamámtól, például a jó modoromat is tőle köszönhetem neki, eredeztethető vissza ez a vírvonal. Igen. Mit tanított? Például matekot, meg kémiát. De egyébként úgy látom, hogy nagymama sokszor visszatér a... Nagymama nagyon sokszor, így van, mert a nagymama volt a minden nap széttúlani látszó családot összetartó figura, egy olyan kultusz, kultikus személy az életemben, aki nagyon hiányzik sokszor, és hát sok mindent köszönhetek neki. Nagyon sokszor haragudtunk egymásra, nagyon sokszor haragudott rám, nem voltam jó unokája neki sajnos. Nagypapa? A nagypapa az... A nagypapa egy történelmi személyiség volt, egy mind a kettő. Tehát gondolom a nagyanyámnak, a otthoni nagyanyámnak, akiről beszélek, annak a férjére gondolsz, az édesanyám apja, dr. Molnár József, az Eltén volt. Tanár. Nem, valami Jedi. Na, mindegy, 56-os forradalmár volt, édesanyám meg is örökítette egy könyvbe a tevékenységét, tehát tudni illik, hogy földerített olyan a történelem könyvekben nem leírt meg alapból nem nagyon mondott dolgokat, hogy nem a Petőfi kör volt az első nagyobb megmozdulás, nagyobb volumenű, sőt ötletgazda, hanem a Kolhoz kör. És az meg a nagyapámnak a nevéhez fűződik, úgyhogy egy posztumusz emlékéremmel kitüntetett hát minden esetre a családban, meg legalábbis aki úgy érzi, példaértékű emberke, még hogyha nem is biztos, hogy azokon a gondolati vagy eszme, nem is tudom, ideológiai nézeteknek volt az elkötelezettje, vagy na, fogalomzavarokban. Átlengi? Vagy átlengte a gyerekkorodat, meg úgy általában az 56-os vonal? Hát a maga ez, hogy annyira átértékeltem már az otthonról tanultakat például, hogy nem, hát maga a család az azért ténylegesen nem, hát mindenki annak a kárvallottja, amit csinált, tehát nem mondhatom azt, hogy a kommunizmusnak azért valamilyen szinten az egész ország megsínlette, sínli, sőt nyögi, a mai napig talán úgy gondolom, de nem feltétlenül abba kell keresni a hibát. Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodnak arra a részére, amelyik mondjuk Dunakanyarban elindul valamikor a általános iskolában? Rendetlen gyerek volt általános isibe? Abszolút tisztelettudó gyerek voltam, csak mi volt velem a baj az elején? Nem volt semmi. Karrierista voltam életre halára. Nem tudom elképzelni, hogy nem voltál rendetlen. De azt akarom mondani, hogy ötödikig. Nem, tényleg általános iskolában igen komolyan voltam felül reprezentálva. Így. Szigorúan fogtak a szülők? Amúgy telibe ilyen. Ütött vágott anyám 18 éves koromig, minimum 6-ra haza kellett menjek, meg ilyenek. 8-ra. És Masszár Zsuzsinek hívták a verdőműt. De nem mindig volt, mert nem volt túl következetes egyébként a nevelése. Régebben nagy forma volt, én is jobb fej voltam régen egyébként sokkal. Meg amúgy jobban is néztem ki.
És azt, azt mondtad, hogy ötödikben. Ötödikben összemárászkodtunk, nem tudom már mi volt, verekedtünk életre, halálra. Mindegy. És akkor... Nyugodtan mondd ezt, amit akarsz magunk. Cigányokkal, de tök, öt jó barátok is voltunk mellette, de azért ütöttek, vágtak, nem tudom már mi volt, az valami hülyeséget csináltam, én úgy emlékszem. Itt Nagymaroson vagyunk? Az Nagymaroson volt még, igen, ott addig jártam iskolába. Azt mit ad Isten, a Hálmán Kató az akkor már a 90-es évek után, mikor visszaprivatizálódott az egyház kezébe mondjuk a Hálmán Kató. Miért? Itt van ez a rövid. Mert mindig külön beáll. Beáll. Persze. Ja? Na. Szépen. De miért? Mert ha elmozgatod, akkor mindig utána arra a kultuszor arra. Jó, tök sok ideig beszélek szépen egy picit. Egy dolgot nem lehet úgy rendetlenkedni, hogy basztatod a mikrofonokat, mert hogy Feri nagyon érzékeny, erre figyelni kell. De oda, de nem hallani, amit mondod. Ez működjen inkább. Jogerős ítéletet hoztál, Ferenc. Na. Köszönöm szépen, hogy meg akarsz menteni. Nem vagy te az ítélő bírám. Az biztos. Te az biztos, hogy az ügyvédem vagy a lelki pásztorom. Azt már most tudom, tesó. Átveszem a keresztedet. Bagu. Lánya vagyok neki. Folytasd onnan, hogy az általános iskolában a dolgok úgy mentek. Nem buktunk ki. Nem kirúgtak. Azt mondtad, hogy ötödikig jártál oda. Tényleg összemárászkodtál. Lemalaváltak életre alára, én megfenyegetőztem mindenféle nem létező dolgokkal. De ezekre tök viccesen gondolkodsz, hogy nagyon jó gyerekkorom volt egyébként. Ami egyébként a tájnak is, meg magának, Nagymarosnak köszönhető. Ide van tetoválva a hasamról, hogy Nagymaros. Aztán mostanában nem sokat vagyok ott. De egyébként így identitásod van, ilyen dunakanyar identitásod van? Abszolút. Mert az vissza-vissza kerül a számokban. Mindig, igen. Hát mert akkor még ott laktam, ott akkor telibe dunakanyari gyerek voltam. Ja. Amikor voltak még számaim. Mert azért valljuk be, hogy egy éve lassan nem nagyon vannak, vagy ha vannak is, azokat én nem adtam ki, nem publikáltam. Ne szaladjunk ennyire előre. De, vagyis nem. Mikor írod le az első sorokat? Én írok. Ja, mármint most írjak? Nem, hanem az életedben. Azt a kurva, de hülye gyerek vagyok, így van. Ugye lehet káromkodni? Kajakban, de nem annyira undorítóan, ahogy szoktam. Hát, jó, köszönöm, inkább szeretlek. Visszafogottam, mert megbüntetik a műsort. Akkor még rá nem is embargóztok valami tartozást, nem baj, mert... Volt már ilyen, összegyűjtöttük a pénzt, hogy kifizessük a büntetést, de akkor saját magunk miatt büntettek meg minket. Nem vendég miatt, az még nem volt, hogy vendég miatt megbüntessenek, nem tudjuk, erre még nincsen precedens, hogy mit fogunk akkor tenni, hogy kifizeti a büntetést. Mikor írtad le az első sorokat, Bagó? Örökre. De mi? 12 éves koromban körülbelül Tupákot mikrofonba. Nagyon szeret. Tudom, a mikrofonofon a szót fosom. Elbasz. Na így. Mi hát oldalról beszítem? De tényleg a mikrofon most meg. Na itt vagyok. Hát szerintem rapperek voltak, meg rockerek. Szerintem fixen először rocker voltam, mert az anyámék állandóan Led Zeppelint hallgattattak velem koncertáron. És itt vagyunk, tessék. De az is maradtam amúgy kajakra. Tudod, kit kamázok a motorheadet? Telibe karrierista történet. Így van. Mikor változik be az egész a rap irányába? Tupacalypse. Örökre tupakisták voltunk mindannyian. Nem. Menőbb volt a rapperség. A kis szatyor tanított meg mindenkit, mert annak volt két bátyja. Hogy mi a rapper? Amúgy a kis szatyor tanított meg mindenkit mindenre, mert akkora volt, mint a kutya ülve, de nagyon kemény pali még a mai napig. Jó asszonykája van neki, Citroen Berlingója. Legjobb barátom volt. Már középiskolás korában idáig borotválkozott. Rap csapatunkat is vele alkottuk. Mi volt ez? Minden. Kikávokál, tékozló fiúk, tékozlokosz, Lákkolónia, Shadow Warriors, minden banda, amilyenk volt. Nem mondtuk el senkinek, csak ott úgy szűk környezetben. 8-9-10 évig rappeltünk, amikor az előző és legelső zenénket mi divatba raktuk. Tehát csináltunk videóklipet, és azt is elmondanám egyébként, hogy kajakra Max a Tibanationnek volt egy ugyanolyan rossz minőségű videóklipje, utána Mr. Bastának vagy 1.200.000, meg még utána a Tibanationnek sok, és utána mindenki videóklipeket csinált, jobbakat, mint mi. De
senkik nem voltunk akkor még igazából, nagyon-nagyon tiszteltük, szerettük a régi underground rappeleket. Tehát igazából a rappelés, a G volt a legkeményebb igazából, a AK-26-ból. G.I.N. No. Amúgy most is karrierista. Életre halálra nagyon jó rapper. Hogyan jött az AK-26? Meg az egész AK-neked, meg utca gyerek. Nem tudom, hát mi együtt jártunk Vácra iskolába, vagyis nem együtt, hanem a Dobó Csabinak volt az osztálytársa az egészségügyi szakközépbe. Így van, bratyász, örökre gyalogoltak fölfele a kórház mellé, nagyon jó csajok jártak mindig oda, az Ádám mindenből megbukott. Kajakra volt ilyen év, hogy mindenből. Azt az anyjáék, figyeld, elküldték őt az apjához, az meg olyan, hát ilyen sváb emberke volt, mindig le kellett náluk kapcsolni a villany, de hogyha 2 centire mentél arra a szobától, vagy éppen csak húgyozni sem menték ki, csak meggondoltad magad, akkor is már ott volt tervet, az kapcsolt le mindent. Mindegy. Nagyon jó volt. Az Ádám az már akkor olyan bőgatyába járkált, nekünk ilyen kultuszfigura volt, pedig egyidősek voltunk. Ő volt a legkomolyabb rapper. Nagyon komolyan vette, és ő azt is gondolta, hogy ő lesz a... Ő biztosan ebből fog megélni, és kajakra sztár lesz. És az igazság, hogy amikor kicsit rosszabb irányba, nem rosszabb, tökéletes irányba vezette az életét. Tehát ő... Mindegy. Sokszor rappeltük azt, hogy hogyha popot csinál, főpont ne csináljál poprappet, meg mit tudom én, de nem csinál poprappet, hanem kurva kemény rappet csinál. G-G-G-I-N-O! Hi-hi-hiro! A hiro meg kurva jó gyerek. Hát igen, csak mégis azért innen kívülről nézve Mr. Basta is köre nem annyira real. Mr. Basta, az kajak nem real, de hát ezt mindenki, a lőtéri kutya kiszúrja 250 kilométerről. Szerintem mi... Ez nem kell hozzá? Én szerettem őt egyébként. Ja, nem mondtam, hogy ne szeretjük benni. Nem tudom. Ambivalens érzéseim vannak a személyét illetően. Mert én befogtam a pofámat annak kapcsán, hogy miért kerültem ki onnat. Arról is azért hallgattam, hogy miért mentem egyáltalán be. Nyilvánvaló, mert azért önmagamnak elég komoly. Bocs, most ha megbüntettek, hanem segbebaszása voltam azáltal, hogy a szöges ellentéte voltam annak a menedzsmentnek, amiket ők próbálnak a dankórosoknak, a birodalmának felépítvén a magasztosságoknak, atya úristen évé válni. Hát én ott meg inkább csak egy lófasz Jóska akartam lenni. Sikerült ez? Nem. Karrierista voltam ott is, tesóm. Tudod, nagyon jól divatba raktam magamat. Azt azonnal kibaszott a picsába. Mert hogy... Tesóm, alkoholista vagyok, meg jó. Ne, semmi bajom nincsen. Kurva jó irányba halad az életem most. Úgy érzed egyébként? Tudok segíteni. Igen, de most frankon úgy érzed, hogy esküszöm, amikor már annyi mindent elvesztesz az életbe, hogy olyan szinten tudsz röhögni a saját nyomorodon, még egy bizonyos alkalommal, nem amikor kajak éhes vagy. De akkor meg találsz egy iPhone X-et a földön. Ilyenek vannak. Nem lehetek rossz ember, arra jövök rá. Honnan van benned a tűz? Telibe én hajtom a földkerekséget, meg még a nagyon sok kosjegyű, koszaszcendentes, baromarcú, vadbarom állat, mint én. Ez biztos vagyok benne. Nagyon nagy teher, de nagyon élvezem. Mikor ismerted fel ezt? Mindig tudtam. Gyerekkoromban sokkal erősebb volt bennem. Nem kell beparázni annak, aki ezt szereti, ezt a vehemenciát, mert soha nem fog kivahulni, akármivel próbálom kinyírni magamból. Pia nem veszi ki? Pia... De hogy nem, hogy a faszomban, a legcinkebb dolog az egész világon. Egyik, az azt hiszem, az egyik a Dog Life-ban beszélsz arról, hogy voltak kemény évek. Mindig bele akarok döglenni az italba, nem tudom, hogy miért vettem ezt így keresztem. Gondolom, apukám is átörököztette azzal az ágyék a gyümölcseként, úgy jöttem ki, hogy az anyám se. Ne, ők nem ittak. Telefon. Halló? És ki kell tudja? Szervusztok, én Ákos vagyok. Csak annyi, hogy ne beszéltek már ilyen rohadt csúnyán, vagy kérjetek már meg a drága vendéget, hogy ne beszéljen csúnyán, mert nem ezért adjuk az 1%-okat, meg a mindenfajta támogatást, hogy ezt a drágár beszédet hallgassuk meg. Ja, sajnos a Hittérítő című műsornak ez része, és hogyha ez most nem megy, akkor kérlek, hogy a mai napon 10 óráig akkor nem tudod a Hittérítőt hallgatni. Ja, oké. Okay. Sziasztok.
Miért ez nem valami próbálj, próbálj kicsit szebben, próbálj kicsit szebben beszélni, nincs olyan főnökünk. Hát akkor nyaljak ki. No. Nem igaz, szeretlek, tesóm, és igazad van, tudok én választékosan beszélni, tudok tök konszolidált figyulás lenni. Nem kell megfeszülni, de azért okosan. Nem feszülök meg, bocsánatot kell, úgy nézel rá, hogy soha nem tetted még eddig, tesóm. Nehogy az legyen. Begó, bagó. Begó? Begó. Most már át is neveztél, hallod? Szeretem azt az embereket, Szijákos, soha többé. Figyelj, beszéljek nagyon szépen. Igen. Te akkor kérdez valamit, tesó. Család. Család. A legszentebb szentség, ami létezik az egész földkerekségen, már van nekem is. Iván László Olivér nevében. Személyében. Most tényleg annyira próbálok megfelelni, hogy ne beszéljek csülön, de hát hogy emelhet. Nem kell megfelelni de, semminek. Tudom, tudom, tesóm, de azért nekem azért szokatlan helyzet ez, hogy nem akarok. Halló? Sziasztok, én a Mészáros Laci vagyok. Én azért adom az 1%-omat, hogy a műsorban meghívott vendégek önmagukat adják. Köszönjük szépen. Köszönjük, Bratyász. Én nem bírom önmagamat adni, mert állandóan túl van menedzselve az agyam mindenféle irányokba. Ez így van. Önmag... Szóval ne feszülj meg senkinek, magadat ad, de taktikusan azt javaslom. Nem mondasz, hogy nem fogsz ügyekben. Na. Bagó, egy kicsit beszélj meg nekünk. Messze vagy, na. Kicsit beszélj arról, hogy a te családod az hogyan alakult. Hogyan mentek mint a dolgok? Mint a púpos gyerek a pés alatt. Olyan jó ilyen parasztos vízi jelzők vannak, a barátom az nagyon tudja őket. Nem tudom honnan gyűnnek elő így, amikor megalakul, hogy olyan az fenekem, mint a paraszt paplanya. Na mindegy, hát az én családom az alakulgatott. Eléggé viszontagságos körülmények között. Hát valahogy az fejébe vette, legalábbis amelyik családom, hát nem volt olyan szerte ágazóan, mert apámnak két bátyja van. Hello. Jó reggelt kívánok, kis ember vagyok. Nekem nagyon tetszik, hogyha a kedves vendég önmagát autentikusan fejezi ki, ahogy ő ezt megszokta. Csak arra kérlek titeket, hogy két dolgot kéne bemondani mindig, az egyik időnként a nevét, mert ugye rádióműsorban vagytok. Egyfajtában mondjuk, Bagó? Nem, Iván Illés Péter vagyok, üdvözlöm a tiszteletes atyát. Sok szeretettel üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy a műsorban hallunk téged. Tényleg rakjatok már divatból, hogy ne legyek ennyire állat. A másik pedig, hogy én csak az a csúnya beszéd miatt a rádiót féltem, hogy nem lesz ebből problémája, de... Jó, nem, nagyon remélem, hogy a Tilos Rádiónak nem lesz problémája a csúnya beszédből. 25 éve beszélünk csúnyán, ebben a műsorban pedig 10 éve. Nagyon jó, hát szóval nagyon tetszik a műsor, és szeretném megkérni a kedves vendéget, hogy csak így tovább teljesen autentikusan fejezze ki önmagát, mert nagyon tetszik sokunknak a műsor, mint annak a cseten hangot is adtunk, hogy a cseten nem lehet hangot adni, a cseten jeleztük, jó? Szervusztok, és köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Folytasd, testvérem. Megállj a tóhó kucúlbanda, jöttök ki még Milótára te verám. Család. Mi volt család? Hát ő nagymamám. Nagymama ennyire központi? Nagyon, igen. Mindig észreveszek magamon ilyen hülyes, vagyis nem, alapvető tulajdonságaimat. Tehát majd, amit előbb kérdeztél, vagy kérdezett a hölgy, biztos a hölgy, vagy a barátom. Ja, hát a mama az... mert ő nagyon-nagyon karrierista volt. Tudod, hogy értem. Ő volt a tanár. Jó értelemben. Ez minden hónapban van valami ratyi szövegem. Nagyon szerettük őt. Tehát az öcsém, az unokaöcsém, aki az anyukám húgának a fia, Zsófi, ha meghallgatod, üdvözöllek, mondd meg a Mikinek, hogy gyógyuljon meg. Meg mindenki az életbe. Meg a kishúgom, én voltam az első szülött unoka. És azért ez a család így mi a nagyanyámnál laktunk az anyámékkal. Hát apám azért elég hamar kikerült onnan a menedzsmentnek a történetéből, mert nem viselkedett a legpéldaértékűbben. Be kell vallani, attól függ, honnan nézzük. Mi történt? Hát ő nem tudom, hogy szeretette inni, vagy ilyesmi, vagy ütni, vágni anyámat non-stop. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, mert kisgyerek voltam még. Viszont azt tudom, hogy egy nagyon-nagyon okos ember volt, talán aki ismert őt, azt mondta, hogy a világ legokosabb embere volt, és ezt én tudom is, hogy így volt. Utána az anyámat gondoltam annak. Utána azt hittem, hogy a nők nem is lehetnek okosak. Ezzel csak nálat akartam ki csapni a biztosítékot. Mármint van itt egy hölgyem, miért nem őt mutattam? Faterral? A faterral? Elhunyt. 93-ban.
miután már 88-ban megszülettem, és 90-ben anyámtól elváltak. Én annyival vagyok státuszszimbólumabb, mint apa, sztárapa, hogy én nekem ezt már 2 hónapos korában sikerült a gyerekem anyukáján elérni. Nem is olyan régen. 6 hónapja, mert most 8 hónapos a lacóca, kinőtt neki a foga, egész éjszaka virnyikol, olyan rafinált, hogy olyan, nagyon kegyetten for. A legkomolyabb ember az egész föld, univerzum, aki valaha leszületett ide. És ezt, hogyha meglátjátok, vagy biztos láttátok már, már azért kémkedtetek utána életre alára. Minden gyerekre azt mondják, hogy szép gyerek, de a Lacika az ténylegesen nagyon-nagyon szép gyerek. És nagyon jó a bőrét, vel össze, mondjuk az arcá, a pofilának. Tudod, tesó. És indulnak benned ilyen apai érzések? Telibe apa vagyok. Mindig az akartam lenni. A fő célom az volt, mindenek fölött. Jó, de az apaság az felelősséggel is jel. Meg tele is. Most bocs, megint egyszer még egy tök aranyos káromkodást, hogy mondjak, a fiamnak, a fiammal egy kontextusba. Jó, lehet? Sosem mondom azt, hogy lehet, tele hogy nem lehet. Tele és szarik, húgyozik pelenkába minimum 40 ezret. Akkora egy büdös kontraproduktív illető vagyok az életében, hogy ebből a pelenkából egyetlen egy zacskót sikerült neki megvegyek. És akkor még itt volt, nem messze tűletek a szemüvegyből. És azt mondta a nevelő apukája a kedvesemnek, hogy ez egy tényleg jó gyerek. Azt annyi, hogy egy zacskó pelenkát vettem neki, azt a kis templára szaladtunk be életre alá, akkor se eltévedtünk, vagy hadd fel. Tervezel változtatni? Nagyon. Tervezek, igen, csak nem, nincs csak. Persze, hogy tervezek. Csak egy vadbarom vagyok. Nem vagyok vadbarom amúgy, ezt a barátodnak nem. Tudom, hogy nem vagy ez. De tudom, te sem. Tudom, hogy tudod. Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort halljátok, benne pedig Bagót egészen 10 óráig innen fogjuk folytatni. Pihenjünk, igaz zenél. Látom a szemeden.
Hívó szó az otthon, bár ez a közeg, hol elismernek, ahol azt mondják, hogy jól nyugod öreg, mint azt érzi, mint én. Hogy az asztalt előle kivitték, mielőtt étel kerül volna rá. Azt mondják, ha nem tetszik, sikíts még, ha nem tetszik a rendszer, sikíts kicsit szemmel a lépott ég. De vagy az áldozat, mit hittél? Egy elégedetlen tömeg áll velem a perifériát, ne teket óriász. Veletek nekizik a zsarnok, a tekket küldi rá. Valóra megyek, lángsírba én elmegítom, itt egy felszivár. Cselszönöknek azt üzenném, hogy összehozzuk a fesztivál. Hol összerezzelsz? Hol összerezzelsz? Hol összerezzed a kezedet, mivel loptál? Az összegeket visszateszed, ahonnan jött. Az ötödik köldéget lekapadnál. Visszul meg a szemedet, de belém nem kötsz. A számon tartasz, félted a valagat, minden mit ősítél, bizász. Tudod, mit érzek? Szorul a hura! Minket buszivá nem asszimilálsz. Busz a faszba, mi a fasz dirigálsz. Összetörsz, mint a szimpatinász. Nem vagyunk nektek szimpatikus, mert nem vagyunk veletek szimpatizás. Elkerült minket a színpompa, a mikrofonunk is kontaktívás. Leveket ad nekem, meget rengeteg, megpontom a ti menetrendetek. Megijesztelek, mint a busójárás. Az Istentől kaptam én a keresztemet. Cipelem a hátamon egy életen át. Sikeremet hajtom, húzom a szekeremet. Tetszik az utam, hát éld velem át. Hányszor rábasztam, nem tudom megszámolni. Én a két kezemet, bal lépésekből szemezgetek. Ez mind utakat tanulhatok, nap mint nap új esélyt kapok, hogy összerendezem az életemet. Az Istentől kaptam én a keresztemet. Cipelem a hátamon egy életen át. Sikeremet hajtom, húzom a szekeremet. Tetszik az utam, hát éld velem át. Hányszor rábasztam, nem tudom megszámolni. Én a két kezemet, bal lépésekből szemezgetek. Ez mind utakat tanulhatok, nap mint nap új esélyt kapok, hogy összerendezem az életemet. Jó reggelt kívánom mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, mert pedig a Héttérítő című műsort. Sztár vendégünk a mai napon, El Bagó. Ember, nincsen ilyen, hogy ne itt hallja, vagyok, ez egy rádió stúdió, hallják az emberek, amit mondasz, úgyhogy figyeljék. Akkor is, amikor az element? Mert nem, akkor nem hallották. Azt, hogy a... Na, Ferenc. Ferenc püspök volt a kép. Tudod meg, mi a sorsszerű? És bocsánat, ezt hagyd kezdjem én. Tudod, mi van írva, tesóm, ide? Ferenc. Oh God. De cézével, nem? Oh God. Maximum Atya Úristen. Cézével, mert amúgy nem tudnátok a legkomolyabb karakteres, nem a Billy, a kölyök, meg akárki volt a Western filmekben, aki a legkeménye volt, hanem El Ferenc, El Heffe. Egy, nem egy havasi gyopár, hanem egy falusi betyár, aki akkora karakter volt, hogy szerintem kigyalogolt Amerikából, szalasz éjjel üldözte ott a kobbolyokat. Honnan a neved, az El Bagó? Fogalmam sincsen. Egyszer csak. Halvány a filmben. De amúgy tudom, a Bőgér Felike mondta, amikor lent fociztunk lenne a focipályán. Tékozlokod? Tékozlokod? Minden szart én találtam ki. A Bagót egyedül a Bőgér Felike. Ilyen csummankója van a szájára, úgy hívta a nagyanyám őt, hogy a gubbós képű. Szokár Ferike! Nagyon bolond paraszgágyó. Nagy a rajongó táborod a környéken? Szerintem utálnak, mint a szart. Igen? Hát tettem érte, ha. Nem, amúgy meg szeretnek, csak saját maguknak nem merik be valami, mert régen mindenki imádott, utáltam. Annyira nem tudott megérinteni, hogy mindenki szeret. Sokkal nagyobb faszkala, úristen itt, na, szóljál már, hogy vágd le a fejem, vagy egy bárdal sújts le. Nem tudom, na, sokkal, szerintem nagyobb gyökér voltam régen. Egy boldog, voltak boldog pillanataim, de az egész egy állandó generalizált szorongás volt. Például az alkotási folyamat se volt öröm. Régen, nagyon kisgyerekkor, én hamar tettem azért, hogy én nekem ezek az emberi érzések egy kicsit másképp alakuljanak, mint amúgy az átlag emberkéknek. Meg elég egyébként is hiperszenzibilis vagyok. Pölö. For example. Hogyan voltak az első szánypróbálgatásaid, első fellépések?
Nem tudom. Ember, nem tudsz átmenni, ezt hagyjad abba, mert hülyét csinálsz magadból, szedd össze magadat, te. Én hülyét te. Csinálok magamból. Igen, mondom, hagyjad ezt a vonalat. Csinálok valamit, életinterjúm vagy, azzal foglalkozzál. Amúgy azt hajlamos vagyok elfelejteni, hogy most azért lehet, hogy ez egy belépő pálya mondjuk abban, hogy nem megdöglök, hanem még lehet, hogy lesz valami. Még az is mondd lehet, ki, de ez ettől teljesen függetlenül mondtam, ez itt nem tudom, működik, tudom, nem ezért jöttél, úgyhogy arra figyeljél, mi jöttél. Jó. Hát az, lehet, hogy te is egy tűzjegyű Jánka vagy, azt a kapcsolódásunk nem is vezetne semmire. Na, bratyászkám, ugyanolyan szemmel tud nézni. Nem bepróbálkozni, kezdve tényleg. Hát én honnan, hogy mondasz élsz ilyen csúnyán? Már mindegy. Tök mindegy. Már mindegy. Én nem fogok. Bagó. Kicsit lesik. Bagó. Mi? Bagó. Mi? Nem, mi? Vé. Mély királynő. Tessék? Itt vagyok. Kicsit mesélj nekem arról, hogy milyen volt az első fellépésed. Karrier volt, tesom. Hol történt? Nem volt, a hangot nem tudtam kiadni össze. Nem tudom, várjál. Ja, dehogy nem, kurva jó. Na, nagyon jó volt. A Szobi gimnáziumban, Szobi Szent László Lazarista gimnázium. Lazarista, ja, azt ismerem. Oda járta, onnan vagy ön ismerős. Is. Én nem jártam oda. Akkor a spanom oda jár, de kibaszták. Mármint kirúgták. Szabadságtér, Kossuth utca, Korvin, meg az Ambrus, az NK-st, azt nagyon kamázom. Első fellépés. Első fellépés az olyan volt, hogy a kis szatyornál fölvettem, tegnap, vagy előtte való, mindig neki volt számítógép, mert ő meg játszott életre halára. Nekünk is volt valami kontraproduktív, meg anyáméktól nem lehetett otthon fölvenni, meg lassított a hangkártya. Ott a Karosz Konfixes dobozban volt olyan, hogy hip-hop PJ CD, demo. Azt ismerem, az nagyon karrierista. A mai napig valaki használja azokat a menedzsment elemeket, és még fölül reprezentált zenei alkotások abszolút nem egy rakásszal. Vagy nagyon nem jó volt, de nekünk mi tökre szerettük, meg egyszerűen pakolgattuk egymás után izéket. Hogyha akkor tudtuk, hogy mi az, hogy aple, tudod hol lennénk? Én adnám, a Dr. D tőlem vette volna meg a Beats fülhallgatókat. És akkor az első fellépés? Mondom, hogy a gimnáziumban volt, így, ú, de cink volt, nagyon rossz volt. Mert a fényképekről visszanéztem, hogy nem is néztem ki, túl jó fiatal voltam még, most dagadt voltam, így csüngötlenül jó gyerekes hajam volt, és akkor az a lényeg, hogy egy sávba fölvettem előtte valónap a kis szatyornát, de nagyon-nagyon buzgolkodtam, hogy azt sikerüljön fölvenni, mert ez úgy a kultúra napján volt a Kölcsey Ferencnek a születésnek. Telibe mondom nektek. Utána mindig fölléptem már minden héten. Jöttek a kis szatyorék, a templán az leborogatott mindent, akárhova hívtak, a polgármesterségek, mindenki. Állandóan életre-halára cinkeltük le magunkat. Én nem loptam mikrofont. Bobi a K-R-O-M-E, a mikrofonba a tövig benne lenne. Szia tesóm, remélem egyszer meghallgatod. Sok mikrofonlopó van, iga? Szeretlek testvérem. Tőlünk is bugáztak már mikrofont. Ne basszál már. Sajnos. iCloud zárasítsátok le. Dobáljátok el a kincséteket és az értékeket, legyek tik magatok. Na, a fellépések, tudás majd leszek a fellépések. Mert én már elporlasztottam az izmaimat, hogy az erőjé legyek, tesókám. Azt mondtad, hogy az első fellépés tré volt, és mikor volt az, amikor elkezdett? Azt mondtad, hogy elkezdett. Kirácig álltam a tanárnőnek a mikrofont a kezéből, ezt akartam előbb befejezni, mert fél playback volt, és nem akartam, hogy lecinkelődjek. Ki kellett, hát vegyem a Marika nénit, nagyon szerettem. Ő egy ilyen halkszavú magyar irodalom tanár. Mik jutnak az eszembe, tesó? Nem is tudtam, hogy ez volt az első fellépésem. Kirácig álltam, azt már mindjárt, amúgy nagyon kemény számot nyomtam el. Csak azért akartam azt a kísérő fűszersávot, mert már én akkor igazából karrierista voltam. Tehát, mint aki most föllép, és mondjuk tényleg a jó fellépők, nek van egy ilyen kis sávocskot, nem telibe, még az se plébek, hogyha rányomják, mert azzal nincs gond szerintem. Mindig cinkeltem az Ádámékat, az Ákát, hogy ne így járjatok már fellépni, hogy azért ott van a sokkal élvezhetőbb bulikat lehet csinálni, hogyha ténylegesen föl van építve, mint a Madonnának. Vagy mint az LL Juniornak volt régen. Azt mondják, jó vagy színpadon. Kegyetlen forma vagyok. Alapból, hát tudott a sokan. Iszonyatosan szerény emberke vagyok. A mindenféle álszerénysége ellenére is, meg mindenféle beképzett momentumomnak ellenére is.
rühellem magamat, tehát nem vagyok egoista, ezt tisztázzuk le, légy szíves, gyerekek! Főleg. De tudatában vagy egyébként a tehetségednek? Tudod, mire használod? Most? Aha. Persze, örökre vállám, nem tudom. Nem ezzel foglalkozok. De ezzel akarsz foglalkozni? Abszolút. Tudom, tudom, hogy mi kell hozzá, csak... Na. És mi hiányzik? Nem akarok örökre lecinkelődni. Akik elkísérték az elmúlt időszakomat, akik tényleg... Vannak olyan emberek, akik... Azt sem mondom, hogy mennyivel, meg milyen, meg hova miattam, de a mai napig megdögölnének értem, és mondjuk azok jó emberek. Soha az életben egyetlen egy ember nem tudta azt mondani rájuk, hogy rosszak. Azok a mai napig azt mondanák, hogy inkább cetellem hitelt vesznek föl, csak hogy adjanak kölcsön. Biztos, hogy ezt így elmondta? Biztos, hogy a lóvé hiányzik a te életedben? Az élet az drága, ezen a ponton megvan a zára. A jointom, gyújtom a füstöt, fújom a vertembe beállva, hagyom a rendőrt, aki megüldöz, indul a balé dráma. Gyerekek álma, hogy olyanok legyenek, mint a mafiózók és a gengszterek. Haladtuk a full verdák legyenek, legfullosabb lányokat. Szeregessenek inkább. Mohamed! Ez Mohamed volt. Tudom. Biztosan az volt, vagy nem a game? Nagy nem. Tervem volt Mohát kicsit közelebb húzni. De az mit csinált magával? Mi a Gotten himmel? Meghalt. Előtte két nappal itt is ültünk együtt a rádióba. Mi? Egymás mellett. Itt találkoztunk. Nekem a Mohában egyébként nagyon nagy tűz volt. De meg volt ő bolondulva egyébként a végére, hogy mielőtt meghalt? Hát az nehéz eldönteni, hogy Mohában mi volt a végén. Ti találtátok? Nem. Az volt a Moha sztori, hogy a Moha fölbukkant ezzel a furcsa halancsa szöveggel, és akkor utána itt a Tilosban volt az utolsó felvétele. Imádom. A Cserati csinálgatta nekem a Volume Beats, puff, amúgy a legkeményebb beatmaker Magyarországon, és mondjuk azon kevés beatmakerek közé tartozik, aki nem teszi magát életre halálra. Sőt, egyébként meg Európa bajnok tetováló művész is, cigánygyerek, Dunakeszin lakik, Noémi a felesége, Tomi az öccse, Jenny a pitbullos, nagyobb darabos fajta pitbull kutyájuk. Az ő kutyájuk vannak klippekben? Nem, hát nekem tele nyomták mustárral régen a pitbullok, azok az én albéletem volt, telibe fizettem minden hónapban időre. 6 évig voltam mizében karrierista. Volt, hogy 4 évig nem csináltam rosszat magamnak. Világos. Mondjuk alkoholista, abból 2 évig voltam. De ezen egyébként akarsz változtatni? Igen. Jó, csak tudom, tényleg akarom mondani, hogy nem arra... Nem látok rá esélyt, tesom. Halló? Szok. Halló. Sziasztok, Áfoló vagyok. Halló. Én ismertem egy-két régebbi számodat. Halló, bocsánat. Például aminek az a refrénje valami, és én megyek, mint a Häkkinen. Szét voltam. Nagyon jó, mert van benne kutya az elején legalább. Ferenc Püspök. Az a te kutyád? Igen, ezt elfelejtettem előbb mondani, hogy ez a sorszerűség, bocsánat, nagyon szépen köszönöm, hogy emlékeztek Ferencre. Nekem ilyen nagyon nagy fájdalom. A kutyát hívták Ferenc Püspöket? Ferencnek, így mindennek hívták, de elsősorban Ferencnek. És ezt azért találtam ki, mert amikor elhoztam őt, hogy hívt? Fú, de egy kokaválatos gyerek volt. Nem tudom, még a John, valahol Pest melletti, nem Monor, hanem valamelyről. Nem, egy gyerektől, aki, hát ilyen rafinált gyerek volt, de mindegy pitbulljai voltak utána is, meg a Ferencnek a testvéreit láttam, a következő almokat, meg minden, csak szerintem az enyémnek oda nyomhatotta az anyu pitbull anyukájának egy ilyen valami róka koma is, vagy nem tudom, mert nem volt szerintem teljesen fajtiszta. Azt mondja, az oltásokat, mindeneket beadta, azóta nem találom a gyereket, csak a Facebookon nézegődtem, mindegy, őt oda ajándékoztam, amikor már öntudatlan voltam, tehát az elmúlt 1 évben, már nem is tudom mikor, leégett Maroson a házunk, aznap, amikor oda visszaköltöztem oda rájönhez. Az albérletből, amit előmentem, azért kronológiailag tök jól haladunk. Akkor köszönjük Ápoló, folytatjuk a leégett. De még a kérdés volt, nem tettem föl, ez csak a bevezetés volt. Tessék csak, én itt vagyok, mindenki itt van, a Jánko is. Két kérdés, van egy földhözre ragadtabb, meg egy ilyen globálisabb, hogy
hogy ebből a rapből meg lehet-e élni, ez az első. És a második pedig az lenne, hogy szerinted kell-e törekedni arra, hogy ezzel megváltoztassuk a világot, illetve meg lehet-e változtatni a világot ezzel. És hát akkor tiszteletel, el is köszönök. Szépen. Nagyon szépen köszönöm. Csumi. Én nem marad vonalba az úr, amíg hallgatja megvesz. Hallgatja a adást. Hallgatja a rádióban. Abszolút meg lehet élni, mint ahogy az NK-s is mondta, Nosce, ha trapből akarsz megélni, valószínű éjjelhaz. Meg lehet élni. Szerintem ők is megélnek. Meg, de megmarad a mondani való a lóvéval? Lóvéba? Lóvéval. Azt, hogy egyébként, hogyha bekölt az ulipótárosba, van még mit mondanod? Ha tehetném az égbe, kiáltanék fel, hadd vigyel a hangom messze a szél. Én látom, de mégsem érem fel észre, csak hamis démonokat kergetnék. Ez ma még fáj, a pokol vár, de holnap nevetve mondok imát. Ezt az unikomot a majkára iszom, itt egy gyózdi cigány. Szerintem telibe. Hogyha nem vagy egy ratyi rambó. De egyébként a az, majka hogy... a legkomolyabb rapper. Na. Mi van? Múltkor az Oakley G-hez hasonlítottatok, tesóm. Lehet, hogy kimegyek azt a belvárosba agyonütt, hogyha most elkezdek róla beszélni. De tesó? És amúgy köszönöm akkor. Te voltál neki a beszélgető partner akkor? Szoktam lenni. Mindjárt gondoltam, hogy nem is a... Ja, a lány meg fog marni. De amúgy meg nem félek senkitől, mert az ördög torkába bele csókolok. Na, akkor picit megint benyomunk egy számot, és akkor utána kíváncsi lennék a házbeégős dolgokra. Mert azért az mindenképpen életforduló pont. Hátra küldött anyám gyújtósé, azt mire előre gyűjtem már 18 méteres lángokba, 5 órája égett a sok paplany, amit, meg könyv, amit összegűzültek. Az volt a szerencse. A nőm meg a húgom, gyorsan elmondom, hogy ezzel ne kelljen baszódni, mert az egész életem mostanában erről szól. Így izzott fölöttük a mennyezet, fönnültek a galérián húgommal, szerintem messengereztek egymással. Azt anyám azt mondja, micsoda égi jelenségek vannak itt. Azt utána a két gázpalackat még úgy kellett nekem, még megkerestem hozzá a 23-ason, nem is tudom milyen kulcsot a konyafiókba, hogy az legalább ne robbanjon fel, amikor már tényleg patakokba ömlött a vír az orromból. Mit ami azt jelenti, hogy úgy égett a ház, hogy így mellettünk körbe. Hogy gyulladt föl? Hát ilyen elkorrodálódott, na hát ilyen kontraproduktív, így igaz. Tehát a biztosító se fizetett volna, lett volna, ez egy vályokáz volt, és egyébként egy műemlék jellegű, amit egyébként itt ezúton megragadok, hogy és most kajakra egyetlen egy menedzsment, légy szíves, ahol a nem tetszésemnek hangot adhatok. Mi a kutya úristen alapon büntettétek meg volna a szegény néhai nagyanyámat, aki még annyit sem ártott senkinek, hogy visszaköszönjön, mert annyira felsőbbrendűnek érezte magát, meg igazából le se szart senkit sem, amióta 71-ben, vagy nem tudom anyám, mikor halt meg a nagyapám. Nem ment férjhez. Nem érdekelt őt semmi, csak az unokái. Mit ártott ő nektek, hogy 500 ezrekre akartátok büntetni őt minden hónapban, hogyha nem állítatja vissza a szerencsétlen, már az öregek otthonában is demenciában szenvedő öregasszony azt a műemléki állapotot, amit ti most tüzépnek csináltatok meg, azt még most sincsen elreállítva a műemléki állapot. És ezúton szeretném megköszönni a nagyon sok-sok segítő karitást és minden, aki igazából nagyon jó időszakot éltünk meg a ház leégés után. Ezt most tényleg viccen kívül mondom. Termékeny időszakon volt, és a gyerekemet is akkor csináltam. Akkor voltak a trap számok is? Akkor kezdődtek, igen, akkor kezdtem már bolond lenni, így van. Akkor ezzel fogjuk majd folytatni a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort halljátok El Bagóval. Keresztet vetted rám ezer ember, így maradok, tanakozok magam az agyamban a kerekekkel. Ereszetek be, hogy ne veszek el, ha veszettem, kit leszedálhattok, szegálhattok, nem érdekel, visszatérek a szeretettel. Nyakamba vettem a dolgom, tettem a robot nekem, a dolgom kettem, magamra vettem a bitkeiteket, zsidiket, tétjét.
Volt egy pont, hol boldog lettem, hol nem settenkedtetek, mögöttem megettem. Nehogy ettem meg porciókra szedném szét. Rettettetettel lettem a szertől, de mentetettem, s vagy nem lehet megszabadulni ettől. Lehetne szemben is, de minden gondolat hirtelen feltör. Minden gondolat hirtelen feltör, minden gondolat hirtelen feltör. Kívánunk mindenkinek a Tilos Rádiót, hallják, mert pedig a Hétérítő című műsort V1-nökkel, Bagóval és Ferivel, tehát a BZMG közben elment. Figyelj, nekem van egy nagyon jó barátom, a DJ Zvezda Beta. Följelentem. Na, és ő azt mondja, hogy Magyarország egyébként az elveszett, nem, kallódó és örökre elveszett tehetségeknek az országa. Hogy ennyi kiemelkedően tehetséges, de aztán a végén sehova nem jutó és semmire nem elő és önsorsrontó ember egy rakáson nincs a világon, máshol csak itt. Mert nem lehet mindenki Vincent van Gogh. Na, és azt is mondja, hogy ez azért is van, mert hogy nem elég az, hogy valaki tehetségesnek születik. A tehetség az egy sokkal komplexebb dolog, mint hogy az ember gondolja, és ahhoz kell, hogy tehát ne csak tehetséggel, hanem szülessen, hanem olyan képességekkel is, amik által ki tudja bontakoztatni a tehetségét, és tud érvényesülni, és hogyha ezek nincsenek meg, akkor baszhatja a tehetségét, mert hogy semmire nem fog vele menni, hanem inkább egy átok. Gépkarabéjjel az oldalán szülessen. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok. Jó reggelt, ismét Kisember vagyok. Szakmai jellegű kérdésem lenne. Ezekhez a repszámokhoz hogyan állítod elő a zenei alapot? Hát most már iPhone-nal. De semmilyen zenei hangszeren nem játszok, kizárólag elektronikus úton. Tehát, De hogyan? Tehát van valami programod, amiben belediktálod, hogy mikor mindegy. Mit olajon meg? Igen, vagy... igen. Számítógépes, hardware, szoftveres, master, hát a mai struktúráknak megfelelően fölépített alapzenék. Tehát nem scratch-elem, bakeliten, vagy ismi. Megszületik a fejedben, hogy milyen legyen a kísérlet, és akkor azt úgy, vagy ja, oké, tehát, bocsánat, elnézést kérek, ez olyan magától értetődőnek. Tehát úgy néz ki, egyébként ez nekem is az első kérdésem volt, amikor repzenéket hallgattam, Tupacot pont, mert mindig Tupacot hallgattam, hogy mi volt először, a szöveg vagy a zene?
Nagyon hülyeségek. Nem, ez a legfontosabb, és melyik? Persze, hogy a zene, és arra rappelt. Sőt, a Tupac, az mondjuk később megtudtam, hogy az csak, annak csak dob volt. Arra szétküldte. Hát azt kiengedték a börtönből, vagy 6 nagy lemez csinált 2 hét alatt utána, amiből egy dupla lemez a világ legjobb rap lemeze a mai napig. A legtöbbet eladott. A kérdésem ez az, hogy csak mondom, ez a dobra tértünk rá, hogy akkor van a fejedben egy pattern, és azt beütöd oda dobként a telefonodba, vagy ezt csinálod? Ez úgy van, hogy ezt, hogy a pattern tetszett mondani, azt nagyon, vagy mondjam, a Gettó Misinek lövöm a legnagyobb tiszteletet, mert ő mondja ezt mindig, hogy nem patternekből dolgozunk. A legkarrieristább tetováló művész Magyarországon, de csak addig a 2 hónapig itt van. A tattoo respect volt mindig is. Ezt muszáj megragadnom, mert ezt a patternekből való dolgozást kategórikusan elhárítom magamtól, mert alapból nem én csinálom az alapzenéket. Ezzel kellett volna kezdeni. Hát most már senki, de egyébként az unokaöcsém, Noaz Álvarez, többnyire. De renget, mindenki. Viszont amit múltkor mondtak, a... Végül is én nem tudtam ezt, meg, amit szerettem volna. Most elmondom, én szeretek elkalandozni. Köszönöm, akkor most mondom. Tehát nincsenek. Most például mindig más igazából örömzenélésről van szó. Együtt leülünk. Hát ez így az otthoni stúdiózásnak az alapvető, meg hát így a rapzenei készítés, hogy van a minták alapján, tehát annak idején a rap az valóban csak így elkezdték így másmilyen ütemre húzogatni a lemezeket, scratcheltek, és keleti oldalon indult ugye a rapzene, és akkor megfelelő dobokkal, tehát a rap ritmusára azt tudni kell, hogy azért majd, hogy nem mindenféle dallamvonal rá ütemeztethető. Tehát nagyon-nagyon-nagyon eklektikus műfaj ez, és talán a minden magába ölelő. Tehát én személy szerint a Reason-nel csinálom, ami egy számítógépes program, mindenki hülyének néz, hogy azzal csináljuk. Meg FL stúdió, tehát mi nem Macintos gépeket használtuk. De PC-n csináljuk persze az olyat, ami stúdió munkák, de nekem most ezek, úgy vissza kell rázódjak, elnézést kérek, mert totálisan nem foglalkoztam másfél éve azzal, amivel egész nap foglalkoztam. Másfél 15 évig. Igen, másfél éve nem foglalkozol? Abszolút nem. Csak néha egy-két haverommal, minden nap reppelek, Fluor Tomival szoktam véletlenül a Gosdúdvarba majdnem minden este időurait reppelni, meg mit tudom én. Tehát tudok ugyanúgy reppelni, csak egyszerűen nekem ahhoz, hogy meg a Téglás Istvánnal, a tetováló művész másik barátommal, aki szintén egy vadállat. Hello. Antika? Ja, üdvözöllek. Ja, bocsánat. Szabdián vagyok, Zala megyéből. Szia, uram. Szia. Ja, szevasz, gyerek! Igen. Mi van, te gyerek, ezen éve? Mi van, neki ügyész a pénzt? Ne beszélj csúnyán, tesó. Nem. Szoker. Gyere, fű. Na. Szóval azt akarom csak mondani itt az előző hozzászólókhoz kapcsolatban, hogy Bagó ilyen. Emlékszem, amikor Kozi beborult az Alfa Romeo-val, amikor gyűjtünk az a feletén. Meg ilyen karkőzésekben volt, úristen, de nagy forma, vagy fölhívtál? Ez nem ilyen sorsolásos, mint a izé, amint lehet nyerni. Belecsörögtek. Küldünk ilyen neked egy izét, 5-est, iPhone-t, simát, töröttek. Na, klódosat. Szóval, én Bagítót már vagy 10 éve követem, zeneileg, és én mindig megtaláltam a bandánkban ugyanezeket a dolgokat, amiket ő elénekel, elreppel. És szerintem egy nagyon hű reppel, és szerintem az országban is még egy ilyen, aki ennyire átélte a dolgokat, amit el is énekel. Mennyire igazából, szerettük el is mond. Egy napot találkoztunk, de akkor örökre ott akartunk maradni. Csak az a kérdés, hogy mindaz a döbbenetes tehetség és tudás, ami beleszorult, hogy van a következő 10-20 évre, képes-e kibontakozni és elinktálni? Igen, és én őszintén tiszta szívemből kívánom neki, hogy egy kicsit kapja össze magát, és legyen egy normális rapper, amit ő szeretne, és ami benne is van. És tudja mindenki, hogy ezt ő tudja, csak hallod? Beszarja. Akkor figyeljél már egyet a gyerek, amikor lemondtunk állatok.
Igen. Miből mennyit zabáltunk meg másodpercenként, amíg ott voltunk, azt akkor még karrierista voltam, most meg már mindenki elküld az anyámba. Na, Szerzsó, ez hát, hogy meg, ez valahol szeretlek a te gyerek, tehát ugyanaz volt a világ életemben, ne legyél valamit a csajom. Ott voltál a jó közelében, ott voltál, ott voltam, közel a jóhoz, mégsem volt jó. De sose jó vannak, akinek mindig hát, nem jó. Na. De hát csak meglátod a fényt, Bagó. Fényt? Nem akarom még egyelőre meglátni a fényt, még akarok azért túráztatni egy kicsit. Hát akkor még van egy pár kör. Tudom, Bagó, tudom, szok-e? Ha másért nem, akkor a gyerekedért. Azt én mondtam, tudom, nagyon sok mindig meggyorsult. Mással ne foglalkozz, aki tekere még. Azt, és tudod, mi a legkeményebb? Hogy van egy barátom, a Bence, a Hortoványi Bence, aki egyébként a Kettős Tamásnak az öccse, nem a Vadszamaraknak egyben, de a Kettős Tamás az kajakra a vérem, még a Kingának tartozok egy öt. Hagyjuk, majd ezt megbeszéljük, nagyon szeretem őt, és annak az öccse volt a legjobb barátom, és ugyanilyen szélhámos gazsulátor volt, egy jó ideig elvesztette a család. Hogy ezt elmondhatom, mert ő se rejtette vék alá soha azt, hogy miben van. De ezen ő annyit zokogott ezen a soromon, hogy nekem is, én is kurva, vagyis nagyon sokat zokogok. Nagyon-nagyon szar szeretet nélküli közegben élni, amikor a legszeretőbb közeg várna, meg tenni, megérted, meg tette, megérted ideig óráig azt, amit senki más nem tett volna, meg senkiért. Meg például akikkel most élek együtt, akikkel csak érintőlegesen vagyok, a nagy kafferbi vagyok, és akik már szétütöttek volna akárkit azokért a húzásokért, amit én megléptem, valamiért nem bántottak soha. Ma is vár mindegyik, sorszámot lehetett húzni. Nem bírtam kiírni úgy egy Facebook megosztást, mivel nem foglalkozok már régen, örökre nyomattam, menedzsmenteltem magamat, tudod, Bratya, ezt te is. Én telibe mindent én csináltam. Érted? Emlékszel? Te most tekerhögsz ottam, hogy mi van veled? Ott vagy kint a tópartokon? Vagy már kikapcsoltad? Nem, még hallgat, igen. Hallgat. De akkor mi ez a fúvás? Ott elájult? Itt vagy mi? Leütötték? Kirabolt valaki, beleküldöm a kap... Itt vagyok. Na. Na, Bagitó, akkor figyelj. Sok sikert kívánok. Nem ott, amit szeretettel várlak, vagy egy Zalába. Mikor? Bármikor. Hagyjad már. Fals gágyomat. Nagyon nagy forma vagy. Köszi, hogy hívtál minket. Köszönöm, tasson. Szia. Bagó, szeretnek téged. Engem amúgy, ezt mondtam neked, hogy igazából mindenki szeret. Olyan lányok akarnak lefújni Gásprével nap, mint nap, akik 10 perc múlva, hadd ne mondjam, de nem már semmi, mert a gyerekem anyukája, a feleségem, és őben én vagyok szerelmes. Ez csak hülyeség, amikről beszélek. És te szereted magad? Abszolút nem, tesó. Szerinted szeretem magamat? Generalizált szorongó vagyok. 12 évesen kezdtem el füvezni. És muszáj voltam abba hagyni, mert olyan pszichomotoros nyugtalanságot okozott, és akkor még ember voltam. 21-22 évesen akkor kezdtem el anyám úszolására, ütött, vágott még akkor, hogy takarodjak technikumban, már az egyetemről nem kimaradtam, mert hogy én már akkor jányok érdekeltek nyilván, meg a kannabisz. Hova jártásuliban? Eltéretesom. Ja nem, a Szobi gimibe. Utána az Eltére csak. De rendőrtisztire is jelentkeztem, volt még fogam. Jézus már. Mindenhova fölvettek, telibe. Mondjuk a rendőrtiszti az nem hátrány, hogy nem indultam. Kivéve, hogy minden hármas, meg négyes. De akkor mi az anyámé vettek fel? Mert akkor pont alapján voltak. Ötös érettségén vagyok. Kajak hiperintelligens vagyok, tudjátok, nagyon jó. Csak egy köcsög. Amúgy meg imádok ebbe a szerepkörben iszegni. Viszont nap mint nap megdögleni benne, azt nagyon utálok. Csak azt tudom változtatni egyébként? Igen. És tudok is, igen. Csak akkor ne azok, nem dehonesztáltok semmit, mert vagyok a helyzetfelismerés azon szakaszán, meg hála Istennek, nem hála Istennek, mert sokkal jobban tudok irigyelni olyanokat, egyébként nem, de könnyebb azoknak, akik nem ismerik fel, hogy hogy a folyamatok alatt álló senkik. Én tudom magamról, hogy amikor fölkelek, és mindenki rohadjon meg, mint ahogy azt láttátok volna, amíg ide értem, hogy elküldtem azt a legszebb szentséget, akit imádok, a jó Istent el. Nem szabad, ezt Tamás most megint előgyőz, nem szabad, már nem szidom. És amikor fölkelek, hogy mindenki egy köcsög, akkor tudom a legjobban, hogy én voltam köcsög, és azért, mert a bőrömön tapasztalom ezt az érzést. Nem lopok.
ezt kajakra, ezt mondom most, élesben mondom, nem akarok lopni, imádom, amikor tőlem lopnak, legalább nem tud, nem tudom, nincs telefonom, amin elér. Az, akitől lehet, hogy régebben én loptam. Annyira a sorszerűség úgy túlért, és hogyha a Feri nem keresett volna meg, akkor már végérvényesen eldöntöttem volna, hogy én rossz ember voltam, és csak lopok. És ez most változik? Abszolút, azt mondtam neked múltkor, hogy csak jó, nem, akkor még nem is írtál. Nagyon rossz dolgok sorozata történt velem, mert elvesztettem az öntem magam valóját a narkó miatt. A fiam, a minden, ezt leírtam, aki ismer, az tudja, hogy én is a kultúra örökében marad a 2-0-0-0. Közben egy köcsök hobó vagyok, és nap mint nap szerettem elfelejteni azt, hogy mennyire szar. És mennyi, minden nap ijeszélnek el, röhögünk a barátommal, aki szintén karrierista menedzsment ügyileg, mint én, hogy ha nem gipszeznék életre, halálra, meg nem lennék alkoholista, meg politoxikomán, gyógyszerfüggő, büdös gyász, akkor nagyon-nagyon-nagyon milliómos lennék. De nem ez határozza meg az emberi létet, hogy ő milliómos-e. Mi határozza meg? Amit előbb elkezdtem mondani, és a Bratyeszka bólogatott rá, akkor egyedül nem fogott olyan szemeket, mint egyébként az egész. Én tudjátok, a 7. kerületben vandázok, ami abszolút nem az én kultúrközegem. Sőt, mostanában már ki lehet mondani, én kajakra zsidó ellenes neveltetésben részesültem. De én nem vagyok egy agyhalott gyerek, és nekem a barátaimnak a 80%-a abszolút fajhoz nem köttetően van megválogatva. De a szemforgatást, azt kajakvágom. És akkor nem az jön élvénybe, hogy na, én köcsöggyerek, mindenki köcsöggyerek, akkor én vagyok a köcsöggyerek, mert ezt tudtam átütemezni a hétköznapjaimba, hanem ott akkor tényleg az van, hogy jobban meg kell, hogy ismerjenek engem, és meg kell, hogy bízzanak bennem, és nem mások azon. De ez egyébként tök termés, tök törvényszerű, hogy ez így van. Hogy mi alapján megyek én mondjuk be a Barbikához, a G-be, a főnökasszonykához elrontani azt a rezgést, amiken ő komolyakat munkálkodott, és köszönöm szépen azt a tanítást is, amit ki voltam onnan ebrudalva. Tökre azt hittem, hogy teljesen más miatt. De nagyon köszönök szépen. Egyébként ezt mondom, mindenkinek köszönöm azt az elmúlt egy évet. A Makka Pistának köszönöm, hogy pofán vágott. A Gyapjasnak is köszönöm, hogy lemalavált. A Kaktusznak, hogy kidobott. A fiamnak, hogy már mostanában nem úgy néz rám, hogy apa, hanem már ritkábban lát. Gondolkodik. Senkinek nem kívánom. És amikor a Kaffer Bivaj, aki tényleg szétüt mindenkit, az utolsó iPhone-ját is odaadja, hogy hozz vissza az iPhone-ját, meg még másik, meg szereld meg, és ebből van 8 ilyen Kaffer Bivajból, behabzott szájjal, 6-ra ott kell legyek. A vérem, szeretlek Peti, mindegyik Petit szeretem. Mindenkinek köszönöm, a Kaktusznak, Lacikám, mindenkinek, az anyósomnak, az anyámnak, amikor kihanyigálta több millió dolláromat a konténerbe, amikor a konténerbe hanyigálták az egész életemet, azt is köszönöm, amikor elhazudták előlem az egész életemet, azt is köszönöm, mert megvolt az oka. Most annyira felértékelődtek azok az apró dolgok, a Feri, az nem apró dolog, az ő a legnagyobb dolog. Ilyen nem is történt, nem is hiszem el. Halló! Halló! Biztos vagy melyik Jánka, szoker? Szuper, én a Jánoskának a nagynénje vagyok, és Angliából telefonálok, és szia! Hallgatjuk. Cigányánk, a nagy egyetemet végzett, asszunk a nagymarosú. Na, úgyhogy hallgatjuk, és hallgatjuk, hogy mit mondasz, és tök jó. És büszkék vagyunk rád nagyon. Megint? Szeretnek. Akkor küldjetek már egy pár fontot, meg egy nájcipőt, egy 42 csúrma méretem van. Beszerettek titeket, mondd meg, bocsánatot akarok kérni, figyeld, majd mutasd meg ezt a testvérednek, a drága szép. Ilonának? Az Ilonának. És az drága szép urának, a Drakú Jánosnak, hogy igen. Bocsánatot szeretnék kérni azért, mert türelmetlen voltam vele mindig. Ő az a kis húgomnak, aki most egyébként pszichiátrián van. Nem érdekel, elmondom. Tudtad amúgy? Telibe karrierista, ő is így szereti így követni. Nem, ő abba
kajak belle dilót, hogy én mekkora fasz vagyok. Ez a legkeményebb. Na jó van. Büszke vagy még rám? Bocsi. Nem? Na, büszke vagyok. Én is büszke vagyok rám. Bennem kell, mert a gyerekeket vinni kell. Hagyjad már ezt a fáradt plater. Na, jól van. De ciao. Szeret. Köszönjük, szia. Ciao. Bagu, nagyon szeretnék téged. Nagyon sok karrierista ember kell fog még fölhívni. Hívjon már föl valaki, még. Nem, ez mondjuk, ez egy kicsit elérzékenyültem, pont, hogy így a húgomra így gondolok. Teher egyébként? Teher hol? Egyébként a... A húgom? Nem, a sorsod meg, amit viszel, a kereszted. Meg se kottantos. Kajakra. Most próbálom itt előadni a bazári majmok, tedesírni a 65, de láttam már szomorúnak. De nagyon-nagyon nehéz mindig vidámnak lenni. De én akkor megdöglök egy pár órára, azt akkor ennyi. Én nem foglak téged, amit a Barbika is mondott, és neki is megköszönöm a tanítást, a rezgésedben szétbaszni. Engem nem tud. Tudom, téged nem. Jó, József város. Nagyon picikét zenünk, és akkor... Ez nem a Várja utca, nem a Western City, hogy belül is utcák vannak. És akkor pici zene utána kíváncsi lennék, hogy a... Boba Krómos vákumerszes dolgok, hogy a mindulat. Káró eme. We'll be right back.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétérítő című műsort, még egészen 10 óráig Bagóval is, Vérinekkel, Melyik Ferivel, ebben a nagyon izgalmas tárgykörben kalandozunk, immár a reggel 4:10-től. Bagó, picit mesélj már. Rájöttem valamire, igen. Picit mesélj már a vákumerszes fordulatról. A karrier. Az a Bobakrum azért nem mindenkit Bobakrum húz magához. Bobakrum a legkarrieristább karakter karrierben. Az azt jelenti, hogy... Hogy történt? Ő egy jó ember. Azon kevesek közé tartozik, akik elmondhatják ezt magukról. Bea, imádom őt. A Kettős Tamás megint csak. Ő minden hobót oda gyűjtögetett Nagymarosra, meg oda is költöztette őket, a művészetek. Egyébként a Kettős Tamás szerintem a legközösségformálóbb emberkéje egész Nagymarosnak. A nagyanyám miatt akarta visszaadni a tanári diplomáját a Hámánkatóba. A nagyanyám mindig visszagyűn. Boszorkány. Kicsit mesélj a... Csapókerti. Mesélj a Bobáról, hogy hogy volt a találkozás. Bobakrom az meg kisújszárási. Tehát ezek a lefélézi emberek, azok nagyon erősek. De hogyan találkoztatok? Véreim. Lehívta a Tamás őket, a Tamás meg mindenkivel találkozik. Találkozott örökre karrierista. Jó értelemben ezt majd remélem lábjegyzetként találteltem, hogy azt, én ezt akkor jó, na, produktív figura. Tehát mindig megbeszéljük minden este valami nálam értelmesebb emberrel, hogy mit használjak helyette, de úgyis divatba rakom is karrierista. Na. Hogyan történt a találkozás? Úgy, hogy a faszt, a Németh Péter Mikola. Ő volt a színház igazgatója lent a Vácon. Meg elvették a Kiklófint a nagynénémtől pedig, na, vagy nem tudom az, hogy volt, na mindegy, Friderikusznak az apja, a Németh Péter Mikola. Ezek ilyen közösségformáló, ottani ilyen helybéli emberkék. Például én... Mondjam. Én velük jártam betlehemezni egészen 16, nem tudom én a Friderikuszékkal meddig jártunk föl, Mikolán, a nagyanyuknál, öreg. A gyógyszertár az övék volt, azt mi ott éltünk, egy akkora ingatlan menedzsmentbe, éjjelente szöktünk ki Mikolára kenyeret lopkodni, meg a vesztelt olnyokra fölmászni, meg ott, nagyon sok minden történt velük örökre. És akkor... Mi a Bobakrommal, hogy történt minden? Meg az egész trap vonal, meg hogyan indult 17-ben ez az egész út? Ez nem így volt. Hogy volt? Akkor mondjad. Akkor elmondom. És akkor az egészet. Születtem 1988-04-05 április 5-én. Külön. Anyám, Molnár Zsuzsanna, nagyon anyuka. Húgom, nagy Magdolna, tötörö. 5-ig elmeséltem, utána Karolinába átkerültem. Alapból messziről jött gyerecske, azt mondta, amit akar. Össze-vissza hazudoztam, ez volt az életem. Kitaláltam olyan, elég fantáziadús gyerek vagyok egyébként még most is, de nem szeretek már hazudni, mert már tudom, hogy arra van a szám, hogy beszéljek vele meg. És ezt tudjátok, mert mindig kiderül, hogy nem hazudtam. Szerintem elég őszinte gyerek vagyok. És a rap innen jött, és ennyi. És a Krón meg onnan, hogy a Tamás lehozta őt, mert ő meg állandóan pólókat nyomatott itt már nálunk, olyan emberkéknek, a Banks például, akivel valamelyik nap találkoztam, akkora élmény volt. Ezért mondom, hogy amióta te vagy gyereke nekem, azóta csak jó dolog történik velem. És nem lehetek rossz ember, nem vagyok köcsög gyerek, ezt majd egyszer te is megfogod. Adja az Isten, ha nem így, ha úgy. Én már nem fogok gazsulálni senkinek. Hogyha én vagyok annyira tökös, akkor nem fogok lelufizni, de eddig se. Hogyha én reppelni akarok, akkor reppelek és nem adok el minden nap olyan laptopot, amit összerakok, vagy ilyesmi, hanem akkor leülök, és... De azért kell nekem, hogy a kitarkon vágjon. Van, csak másfele. Az emberek nem nézik a másikat. A Króm meglátta benned a szikrát? A Króm, igen, de a Krómnak is megvan a ma, ez elég baja. Tehát ő nem fog engem is tápolgatni, meg életre alá. Kell téged is tápolni? Igen. Én szeretem a katonás rendet, bármennyire is hülye hangzik. De miért nem magadat is tápolod? Mert én ahhoz, én egy ilyen hisztis köcsög vagyok ahhoz. De akarsz ezen változtatni? Nem. Engem is tápolgassanak. Én egy úri gyerek vagyok, a legcsövesebb. Egyszer csak majd rájössz, mert nem is tápol senki. Tényleg? Akkor kell magadat. Már rágyüttem. Na, de akkor itt a hullám. Akkor csak addig is tápolod magad, hogy zabálják valamit. Mármint ez valakire biztos értendő. De azért akkor, amikor... Gipszem mindig van. Akkor, amikor rájössz arra, hogy a
saját életedért, te magad vagy a felelős. Akkor már, ez egy fordulópont. Akkor már mondjuk olyan szintű negridó mélységeket kell megélni, hogyha ott nem jön valaki. Kérdezd már meg ezt a most múlik pontosan gyerektől. De ugyanaz. Nem most van ez a pont? Már van tudod, mikor túl vagyok azon a ponton, a lejjebb mi? Én már, ahogy mondta a Hunter S. Thompson barátom, hogy aki vadállatot csinál magából, megszabadul az emberi légy gyötrelmei, tű vagy fájdalom. De ezt múltkor már beszéltük, és mondtad, hogy ne vesézzünk ki minden. Mert nem akarsz úgy nézni, mint hogy most nézel, hogy ezt már beszéltük, patternekből dolgozok. Bocsánat, a betelefonálok. Én patternekből dolgozok, köcsög vagyok, ennyi. Abszolút nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Mert már rég túl vagyok azon, hogy az anyám elad a rendőrségnek, a gyerekem anyja elad a rendőrségnek. Keresnek, miért keresnek most? Miért keresnek kaktusz nálatok otthon? Dömösön? Én nap mint nap döglök meg, most mit kell engem keresgélni? Egy becsületes 1000 forintot nem láttam egy összegbe 98 óta. Azt is a nagyanyámtól kaptam. Na, mindenemet elvették, meg magamtól elvettem, meg elmartam mindenkit. Mit csináljak még? Nekem szájba kell, le kell taglózni egy ma... Dehogy kell. Dehogy nem kell. De akkor nem kell. Nem kell. Saját magadat kell végre megtalálni. Amúgy most megtaláltam már, amúgy már kis... Amit előbb elmondtam. Mikor lesz újra szöveg? Mikor rettelsz? Szöveget mindig írok. Tegnap milyen SMS-t írtam neked? Megvan a ritmikája. Nem tudtad úgy elolvasni, ahogy írtam. Nem tudtam. Amúgy tudtam, hogy el tudod, azért mertem úgy elírni. Karrierista? Az. Tesóm. Nekem kell az inspiráció. Van még negyed óránk, lássuk egy a terveket. Egy gyerek. Megvan mind a kettő, nem? Hol? Hogy ne mondjam már el a rádióba, hogy hol. Majd elmondom neked. Azt mondok, hogy mik a tervek. Nem veled járni akarok. Soha nem fogom elveszteni humorérzékemet. Norba, megöletek testben, de túlélem lélekben. Rossz tapasztalatoktól még erősebb lettem. Úgy is mindig azt csinálok, amit akarok. És hogyha a gyilkosból kell leugrani, lekönyökölni a vadkutyát, aki leköpgötöste a Jányt, aki egyébként ugyanolyan gyökér volt, mint ő egyivású, akkor tarkon fogom tenyerelni. De egyébként meg egy gyáva köcsög vagyok. Úgyhogy ma ne is keressetek, ma alávetem minden embargónak magamat, mert ezt elmondhattam, és leginkább az 500 ezeret havonta a nagyanyámnak, hogy hagytátok meghalni őt. Kicsit beszélj nekünk a tervekről, Bagó. Vannak tervek? Bárj. Halló? Halló? Bazd meg! Halló? Szoker! Jó napot, egy kérdést szeretnék feltenni. Hallgatunk. Halló? Hallgatunk. Homár? Bagótól szeretném kérdezni, nagyon híres. Ez a vagy valaki, vagy valami. Én nem. Jó napot kívánok! Gábor vagyok! Úristen! Hallgatunk, Gábor! A Pagótól szeretném kérdezni, hogy... Halkítsd le a rádiót! Valahol együtt hallgatják valami nagy bolond kapferbi vagyok szerintem. Halló! Halkítsd le a rádiót! Kajak, figyeld meg! Bagó nem híres, Bagó hírhet! Bagó! Szoker! Ez meg a fasz, miket dumászol, a homár vagyok! Tudtam, hogy az vagy, nem mondtam semmit, csak azt, hogy egy nagy kafferbi vagy, vagy azt már rég szétütöttél volna, hogyha nem lennék jó gyerek. Segíts jó, már! Jó, hogy beszélj róla, mert tökör rúg a gyerek. Na látod, tesóm, szeretlek, várj meg! Látod, az kajak bejön, azt mindenkit szétrúg, ez bolond állat. Rosszul nagyon szeretem. Róla? Nem, ő tudja, ő neki ez az élet. Amúgy, tudjátok mennyi tehetség rejlik abba az emberkébe, de az nem érdekli. Örökre mentem volna a hard drive-val fölvenni, kurvákat hívogat föl állandóan, mert ez nem ő volt, ez valamelyik unokatestvére, de megmutatta, ez egy hiperintelligens állat, csak nem tudja magáról. Úgy félek tőle, mint az atombomba, de a végrem, és tudom, hogy nem bánt soha. Ha elloptak tőlem a Deákon 6 telefonját, mert azt tudom, azt amikor utolsót ellopták rá 3 napra, szerinted elmertem neki mondani? Tegnap találkoztam vele. Alapból UV lila a feje, azt amikor behabzott, azt majdnem kiugrott a kocsiból, de nem, mert tudja, hogy karrierista vagyok, életre halál. Tényleg jó vagy iPhone-ba? Mi van vele? Tényleg jó vagy iPhone-ba? Kérdezd meg a homárt, hív vissza. Most tényleg tőled akarom hallani. Jó vagy benne?
Azt rebesgetik, hogy tényleg mindent tudsz az iPhone-ról. Búzi vagyok. De abból meg lehet élni. Te vennél tőlem iPhone-t? Hát nem vennék, de lehet, hogy javítatnék. Akkor nyújt ki a se. Mi vannak törött iPhone-ok? Törötteket kell javítani? Mindegyik kell. Homár! iCloud-osaik is vannak, biztos bejött már valami taknyos részeg ide, amelyik elhagyogatta itten. Peti! Jó vagyok. Áti, a iPod-ba beleépítem neked az eset. Az ötödik generációs, legszebb device a világon. Egyedi, nézd meg az interneten a hirdetéseimet. Mert nem merek hirdetni, mert agyon rúgnak azok, akik odaadták a telefonjaikat, azt való elkótya, vagy értem, vagy elhagytam, vagy a Deákon ellopták tőlem, vagy eladtam. Vagy elcseréltem, vagy elhobósítottam, vagy az ICE, rohadjon meg az iPhone, főleg az iOS 12, hogy ellehetetlenítette a divatiparba az után gyártott kijelzőket, még a mobil prósokat is. Ennyi. Hát a phone maxosokat meg. Szomráki Pálnak tartozok egy nagyon nagy-nagy köszönettel, attól megszabadított ettől a köcsökségtől, hogy nomád legyek, mint amilyen alapból vagyok. Puritan Style Forever, nem tudom, hogy honnan jött ez az iPhone gyökérség, de én mindenre csúcsba járok. Most ez volt a hobbim, meg még most is ez. Főnököm, mert van nekem egy ilyen eltitkolt kis főnököcském, aki mindig leszett pízen, meg nekem, ha nincs pízem, mindig megyek hozzá, és eladom fel annyiért a telefonomat, mint amennyiért tényleg várnék 10 percet, hogy kirakjás. Mint amit régen csináltam, amikor nem voltam csöves. Ennyi. De ő a vérem, még a mai napig főhív, és device-okról beszélgetünk, vagy újjazgatjuk. Fúzzeni vagyok, tesóm. Mit kell kicserélni? Alaplapot kell? Semmit nem kell. Törd össze. Pár percig maradt hátra a műsorból. Hova? Vége. Nem vagyok bevasz. Claudia. Meglátjuk, merre megy majd tovább ez a sztori. Én nagyon remélem, hogy valahogy megtaláljuk azt a pontot, ahol majd újra elkezdesz írni. Meg elkezdesz elkezdeni. Ezt nem hallgattok meg. Ember, nem látjuk. Hiába írok. Mondok. Hát magadnak írod. Magadnak írom ezt a dalt. Ez sem. Ez sem a legnagyobb. Beteszed azt? Nem lakok esemet, nincs kívánság műsor. Sose lehet kérni. Életben nem lehet egy kérés. Nem, senkinek se lehet. És az... Te jó Isten nem tudnálom kérni itt a pultba. Sajnos. Te nem mondod a jó Isten. Nem, mindenkünk is tudunk, nincs ott esvére. Bagu, akarsz még mondani valamit a népnek, mielőtt tovább engedlek? Én csak magamnak csináltam, amit megtehettem. SMGINO, Süti, Bankos, B-oldal, Rapmotel, Replay, Eno, Esce, a senki földjén sintén. Emo Rap Sztárliga. Ha-ha-ha. Felsorom az összes rappert, akinek köszönhetem, hogy élek. Beef Banks, Detoy, Leposzt meg a King Bézer. Ne feledd, büszke legyél, mikor a bűnösökre nézel. Sziasztok, jó reggel. Mindig azt hiszem, hogy a kaffé. Én Bagótól szeretném megkérdezni, mint profétától, hogy ő mit gondol a gerontó rockerekről. Mi az Isten? Te ki vagy? Te biztos is mellett, hogy lehet ilyen beget? Te kintről hittem? Meg a magyar blues nagyjairól. Magyar blues? Elmondjam? Na, mondjad. Az a Doug Bill a cool, hobo meg szerintem csak egy bullshit blues. Nagyszerű. Nem szeretem a tehetségekre rátapadó, egyébként annyira nem tehetséges embereket, de önmagukat annyira nagyra tartókat. Pedig nagyon sokkal találkoztam, és leszoptattam őket életre, halálra, egy kis píz reményébe, vagy egy kis gazsula reményébe, de kajak nem szerettem őket. Tehetséges embereket szeretek, a Deák Bill, a blues. Lehet, hogy a hobó megölet, de szerintem nem jó. Cseh Tamás a jó. Örökre. És az nem blues, és a Bereményi a jó, de a Bereményi a legnagyobb ek. A legnagyobb entelek. Azt el fogom mondani most már. Érzelmi intelligencia, utánad, Bratyesz. Már mondjuk már te neked is kezd úgy görbülni a szemed, mint a mazoknak. Igazam? Mert azért öröksz, tudom. Túl vagyunk. Na, a másfél órát. És mi most milyen utána beraktok még egyszer, itt hagyd bennünk egy pszichológiai műsor. Ja, bocs, oké, akkor viszont a Felge Zsuzsát, mint szociológus szeretném megvitatni vele, hogy a szociológia tudomány vagy áltudománya. Mert még nem tudjuk. Baktálósak legyetek, gádzsok, homár, jövök, nem biztos, hogy nem lesz ma kikapcsolva a telefonom, ne bánts. Hát, Laci, Ati, Peti,
kaktusz, és elsősorban a húgom, a fiam, és Tamás, te mondtad, ha megadtam mindenkinek a földi tartozását, akkor felejtsd el, bazd meg az arcom romló. És itt a vége. Épi mását. A Tilos Rádióban a Hétélítő című műsort hallottátok El Bagóval, Melyik Ferivel, V-ügynökkel és Dr. Bézi MG-vel. Egy hét múlva lesz újra ez a műsor, meglátjuk, hogy hogyan megy tovább a mai hallott történet. Egy hét múlva újra találkozunk. Szevasztok! Tilos Rádió.